Lund emeli vissza. Edonvonyi mellett pedig eltűnik Romarcsuk! Micsoda gólt szerez a DVTK! A DVTK is sokáig emlékezetes mérkőzést játszott a Debrecen ellen, ahol 8 gól született, ebből a DVTK 5-öt lőtt. Bright Edonvonyit kérdezem arról, hogy a közönség által őrültnek nevezett mérkőzés számára is őrült volt-e, illetve élvezte a mérkőzést bent a pályán. Nagyszerű meccset játszottunk. Mindenképpen nyerni akartunk, elsősorban a szurkolóink miatt, akik az elmúlt időszakban is mögöttünk álltak, és szombaton is nagyszerű hangulatot teremtettek. Emellett égetően szükségünk volt a pontokra is, és a meccs végére eredményre vezetett a küzdeni akarásunk. Két gólt lőttél, ezen kívül adtál egy gólpasszt is. Ez volt a legjobb meccsed Diósgyőrben? Azt hiszem, már korábban is voltak jó meccseim, de örülök nagyon a két gólomnak, hiszen minden támadónak ez okoz valódi boldogságot. Azonban nem csak az én érdemem a győzelem, az egész csapat beletette a tudása legjavát, nagyszerű érzés így nyerni. Igen, csak változatos volt a mérkőzés, több fordulópontot is láthattunk ezen a találkozón. Számodra melyik volt az a kulcsmomentum, ami igazából eldöntötte a találkozót? Parádésan kezdtük a mérkőzést, ám utána az ellenfél átvette a kezdeményezést, majd megdupláztuk az előnyünk, és az ellenfél szépített. A szünetben Vladimir Radenkovics elmondta, mit változtassunk a játékunkon, és úgy tértünk vissza a pályára, hogy mindenképpen nyerni akarunk, és még nagyobb erőfeszítést tettünk ennek érdekében. Ugyan az ellenfél egyenlített, de ismét megszereztük a vezetést, majd a végén a győzelmet is, ami boldoggá tette a szurkolóinkat és a csapatot is. Ahogy mondtad, a DVTK gyorsan megszerezte a vezetést, amit utána te dupláztál meg, egy igencsak különleges góllal, hiszen a Marco Lund által felívelt labdát befejelted egy nagyszerű ötlet által. Szereztél már hasonló gólt? Még soha nem szereztem hasonló gólt, de egy csatárnak minden lehetőséget és minden módszert fel kell használni a gólszerzés érdekében. Amikor felém szállt a labda, akkor láttam, hogy elindul felém a kapus, és ezt a megoldást választottam. Örülök, hogy a kapuban kötött ki a labda. És te szerezted meg a harmadik gólt is, amivel a Diósgyőr átvette ismételten a vezetést, ami azért érdekes, hiszen a bemelegítés során 2 pont ilyen lövésed volt, az egyiknél a keresztléc mentett, a másiknál viszont a kapufa védett, a meccsen viszont nem ért oda a kapust. De a kérdés pedig az, hogy a két gólod közül melyik a kedvenced? Számomra mind a két gól kedves, a második talán azért áll mégis közelebb hozzám, mert edzésen rengeteget gyakoroljuk a támadás befejezéseket. Az edzések után pedig rendre kint maradunk a pályán, és pont az ilyen szituációkat vesszük elő újra és újra, annak érdekében, hogy amikor meccsen oda kerülünk, akkor a nyugalmunkat megtartva tudjunk a kapuba lőni. Az elmúlt időszakban a DVTK rengeteg mérkőzést játszott, és ezek közül a meccsek közül néhányszor pihenőt kaptál, kevesebbet játszottál, vagy akár nem is léptél pályára. Segített ez neked, hogy most ilyen teljesítmény nyújts, hiszen már az MTK-n is gólpasszal vetetted észre magad. Valóban sok mérkőzést játszottunk az elmúlt időszakban, és ilyenkor teljesen természetes, hogy a vezetőedző rotálja a csapatot, vagy éppen taktikai okokból más kezdőcsapatot küld fel a pályára. És azt se felejtsük el, hogy nagyszerű támadóink vannak, és persze abban is bíztam, hogy azért történik mindez, mert a mester egy kis pihenőt ad. A magam részéről vártam az újabb lehetőségre, és csak arra figyeltem, hogy ki tudjam adni magamból a maximumot, ha beállítanak. Most 8 gólat vezeted már a DVTK-nak a házi góllövő listáját, de hát jönnek a fiatalok. Milyen érzés ez? Már az is nagy dolog, amikor egy fiatal megkapja a lehetőséget, hogy először lépjen pályára az első csapatban, hát még ha ezt az alkalmat egy góllal teszi emlékezetessé. Egy fiatal ennél nagyobb dolgot el sem tud képzelni. Együtt örülök vele, mert nagyszerű munkát végzett. És ezen a hétvégén ismét hazai pályán játszik a DVTK, ezúttal a Kecskemét lesz az ellenfél, akiket ősszel hazai pályán sikerült legyőzni, igaz akkor Bright Edonvonyi sérülés miatt nem tudta végigjátszani a mérkőzést, hogyan várod ezt a találkozót? Ahogy a vezetőedzőnk mondja, minden bajnokin a pontszerzés a legfontosabb, és nekünk szükségünk is van a pontokra annak érdekében, hogy minél előrébb végezzünk a tabellán, ezért keményen dolgozunk egész héten, aminek bízom benne, a hétvégén ismét meg lesz az eredménye. Még mindig mehet tovább a játék, húzza, vonja egymást a két játékos. Edonvonyi, gyönyörű a csel, Edonvonyi! 3-2-re vezet a DVTK, és Edonvonyi dupláz.